Többek között zumbával is melegítettek a rajthozállók, a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola szervezésében létrejött jótékonysági futógálán. A futáson kívül egyéb családi programok is színesítették a palettát. A legkisebbek számára tojáskereső verseny volt, a kísérő programok között pedig népzenei bemutató is szerepelt. Fábiánné Csiszér Elvira, a diák önkormányzat vezetője elmondta, hogy a tanulók segítségének köszönhetően kitalálták, hogy a húsvéthoz közeli futógála neve frappánsan a felanyúlcipőkkel legyen. Amíg az alsós korcsoport elindul a futóversenyen, addig mi titokban eldugjuk a tojáskákat az udvar minden részén, hogy a kicsiknek legyen majd egy örömteli pillanat, hogy ki hány csoki tojást fog megtalálni. Steiner Krisztián igazgató úgy nyilatkozott, külön öröm számára, hogy a szülőkön és pedagógusokon kívül az iskola volt diákjai is csatlakoztak a programhoz. A Széchenyi István Általános Iskola hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első alkalommal a mai jótékonysági futást, aminek a Fel a nyúlcipőkkel címet adtuk. Igazából ez egy olyan kezdeményezés, aminek van egy olyan célja, hogy az iskola rendezvényeit, programjait támogassuk. Ez az egyik. Ennél is fontosabb, hogy a pandémia járvány miatt nagyon sok rendezvényünk elmaradt, és igazából ezt a közösségi érzést szerettük volna erősíteni ezzel az eseménnyel. A jó hangulatban telt programsorozat nem csak diákokat, hanem felnőtteket is vonzott, akik egy kis mozgáson kívül részt vehettek egyéb, az iskola diákjai által előadott zenés bemutatókon is.